Ez itt az új műsorunk, a Gonosz Swift. A műsor lényege az az, hogy időre kell teljesíteni ezt a pályát, amit mi itt kiraktunk, de van benne egy trükk, meg van fordítva a kormányzás. Viszont az általunk meghívott versenyzők ezt nem tudják, itt a rajtnál úgy ülnek bele, hogy ez csak egy normális régi Swift. Úgyhogy iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, érdemes lesz. Mert máig emlékszem, amikor először leistvánoztalak, és akkor azt mondtad, nö, kopasz. Ennek már vagy 10 éve. Na de, azért az elmúlt 10 évben, 20 évben neked felépült ez az autókereskedő birodalom, autókereskedő császárság. 31. És nagyon meglendült a YouTube. Gondolkodtál azon, hogy portfóliót váltasz, hogy átmész arra a platformra? Akkor most neked hát rajta jön? Vagyok. Rajta vagy, és hogy a feliratkozó számod az már így lassan közelében van ilyen Total Car-nak, Speedzone-nak. Hát azért így... van még ott egy 100 éves különbség. Gyorsan jön az. De hogy mik a szándékod a jövőben ezzel, a média birodalommal? Nincsen különösebb terv vagy szándék. Semmit csinálom, hogy jól esik. És ez a jól esés, ez egy mondjuk mennyit vesz ki a napjaidból? Tehát, hogy én azt veszem észre, hogy amikor az ember elkezd tartalmat gyártani az autózásból, akkor csak az autózásra nem nagyon jut idő. Hát itt ezzel az a probléma, amikor olyan projekt van, amikor csinálni kell valamit. Uh-huh. Ti is itt autókat csesztettek, és azt nagyon jól tudjátok, hogy ez mennyi idő, csak ugye nekem nincs csapatom, mert nincs, én egyedül vagyok. Tehát, hogyha elkezdek versenyautót faragni benne a garázsba, akkor minden más megáll, és én most ilyen tűzfal faragásra jöttem rá, hogy az mennyi időbe kerül, hogy a csomagtérfedelet, vagy csomagteret leválasztom az utastértől, és akkor ugye ott a levegőben átmegy 4 cső, és akkor azt egy lemezbe bele kell mérni, és most tartok ott, hogy ilyen 10 óra van benne, csak abba, hogy egy tűzfalat építek a hátsülés helyére. Összegeznéd a flottát, hogy mik az autók most, amin dolgozol? Mert több autó is van. Hát a hacsi az most futóművet kap, az rakatosnál van, ma hozom el, a BMW-t csinálom, van egy restaurált E86 kaszni, abból majd akarunk csinálni versenyautót. Ja, hogy a restauráltból versenyautó, azt hittem, hogy ilyen OT-s terveid van. Hogy is, nem, engem az nem érdekel. Mászok van benne, akkor érdekel, a többi az nem. És akkor abban lenne a Beams motor. Ez az Altezer S200Z-nek a motorja. Az. De várjál, én amikor IS200-on volt, ezt nagyon szerettem volna beletenni egy ilyen Beams-et az IS200-ba, de mondták, hogy az nem fog menni, mert a gyönyörű nagy hangolt leömlő az a kormányműtől nem fér el. Ez ugye Japánban nem probléma, hiszen azt jobb kormányos autókhoz találták ki, de felteszem neked, ez bal kormányos. Majd megoldjuk. Biztos, hogy elfér. Hát láttam ilyen szavapokat a YouTube-on, mert nyilván utána néztünk, de fér az. Majd kap egy másik leömlőt, vagy nem tudom. Mekkora részét teszi ez ki a napjaidnak? Hát itt sosem számoltam, de sok. Sok. Tehát most már nagyon sokat. És az autóépítés az egyik fele, de neked van egy kultúrmissziód? Hogy is mondjam, hogy ezeknek az autóknak egyszer talán majd egy következő életben, vagy legalábbis a gyerekünknek már rendszáma is lehessen rajta akár. Igen. igen. És hogy ez sejtett valamiféle nagyon perverz vonzódást az olyan dolgokhoz. Tudod, a görög mond a Sziszifuszról, hogy görgeti a követ, de sose fér fel, hogy az autók is egy kicsit ilyenek, meg a közlekedési hatósággal való küzdelem is egy kicsit van erre. Van benne egy nagyon erős igazságérzet. Ezt többször megszívtam már az életem során, amikor volt olyan, hogy munkahelyen volt egy konfliktus, és senki nem merte felvállalni, és akkor nekem eljön az a pillanat az életemben, amikor azt mondta, jó, akkor nem érdekel, és akkor kiállok, és leszarom, mi lesz a következménye. Ez is egy ilyen, nem bírom az igazságtalanságot. Tehát én nem, amikor mondjuk most itt jelen esetben a közlekedési hatóság packázik, ezt akartam, hogy össze tudod foglalni ezt az igazságtalanságot most? Sok millió embernek az életével, egy 1990-es köhém rendelet folyamatos tákolásával, az emberállománynak az alulképzettsége, a rossz indulata, a fásultsága, a vezetőknek az ostobasága, a hozzá nem értése, és az, hogy nem is valók erre. Tehát amikor valaki zsigerből csak ellenkezik, és el sem gondolkodnak a megoldáson soha, tehát ellentmondások vannak a jogszabályokban, tehát úgy van, ahogy van, katasztrófa az egész. És nyilván erről a csatornádon nagyon sok videó volt, meg még lesz is, annyit árulján látszik valami fény az alagút végén. Hát nem a fény látszik, azt mondom, hogy... A szembejövő kamion, igen, az... Elkezdődött egy diskurzus a közlekedési minisztériummal, szerencsére ott olyan fogadókészségre találtam. Nem akarok erről többet mondani, elkezdődött egy diskurzus erről az egészről, kezdik érteni a problémát, hogy mi van.
ők is átvilágították a közlekedési hatóságot, amikor ugye ez az új gárda átvette a minisztériumot, és hát annyit mondhatok, hogy nagyon hasonló a véleményünk. 1.30 Janklovics Peti ideje, 1.39 100 Marci ideje. Mi a cél? Egy ilyen 0.30. 0.30? Oliver 0.40-et megy. Igen? Igen. Nem olyan, nincs olyan messze nagyon, de én azt mondom, hogy akkor szerintem... Jó, hát várj, az Oliver itt a kavicsokat egyenként név szerint ismeri, de ne felejtsük el. Így van, de hogy neked is legyen esélyed, be fog ülni egy navigátor, és 3 köröd van. Utána közben, ahogy neked tetszik, tarthatunk egy szünetet, körbenézhetsz itt a telepen, ha érdekelnek a dolgok, de azt gondolom, hogy most ülj be, aztán zsatar. Jó. 3, 2, 1, rajt! Oba! Jó, ide kell. Igen, bizony. Faszom, hát ez... Így átértékelődött az idő talán, nem? Meg lesz az, másik irányban. Így van. Azt... Célszerű lassan így az elején. Közönségünk van, Áron, nézd, közönségünk van, integessenek! Jó, bazzeg! Jó, meglepődtem. Ez is része a bulinak, hogy a váratlanság benne legyen. Benne van. Érdemes itt a jobb oldalára rátenni, hogy a tolatásnál egyszerűbb legyen. Jó. Minél közelebb. Az lesz, az. Ez kurva jó. Várjál, jönöm erre. Nem, az elsőre jó volt, igen. Tökéletes. Sokan azt mondják, hogy akik előttünk voltak eddig, hogy a tolatás a legnehezebb. Így a parkolós része. És akkor itt meg ugye majd balról kerüljük a végén a nagy gubit. Ja, igen. Aha, igen. És oda megyünk vissza. Ja! Az lesz az. És akkor itt van vége. Na, jön Antiki faggat. Nem ez voltak beszélve. Bőszen elkezdtem nagy gázzal indulni neki a gumifalnak. Meglepően még volt? Ha hogy a picsába lettekerem már a kormányt. Eddig tiéd volt a legerősebb impact, majdnem föllöktöd az Eneos kaput, de ettől eltekintve amúgy egy relatíve jó köröd volt, 2.01. Tehát hogy így első az kör... Az jó. Hát első körnek ez csodálatos. Tehát nézd meg, itt a srácok a harmadik körre csináltak ilyen 1.39-eket, meg 1.30-akat. Tehát hogyha egy kezdésnek egy 2.0, ebből még akármi is lehet. Amúgy képzeljétek, volt közönségünk, két úriember itt mondja, hogy az a kopasz, és miért megy így az autóval? Na, meg van fordítva a kormány, ó, az király, mikor lesz adásba? Na jó, hát akkor most már tudom, hogy mit csinálunk. Tolass be a rajthoz, és kérlek, folytassuk. 3, 2, 1, rajt! Hoppá, most már azért óvatosabb. Nem burnoutolgat feleslegesen, spórol az autóval. Hallod? Érzik. Hát itt nem kell sietni. Itt a megfontoltság többet ért. Hú, szép. Na még akár talán egy perc alá is mehetünk. Eddig biztató a dolog. Az a legrosszabb benne, legalábbis ahogy itt magunknak tesztelgettük, hogy az ember egy idő után elkezd magabiztos lenni, és akkor jönnek az igazi problémák. Ba,
arról, és akkor vissza. Azta! Nagyon szép. Hiba nélkül. Fejlődés kézzel fogható. Volt hiba? Nem, nem, hibamentesek. 1.09.35. Akkor pont nem voltunk egy alatt, de... De közel van az egy alatt. Igen. Jó. Szeretnél egyet fújni, vagy rámész ebből a harmadikra? Fújjunk egyet, mert nem, mert elfárad ebbe a szarba. Ugye, hogy nem tekeredik vissza, milyen melós? Nem, nem is az, hogy nem tekeredik vissza, hanem nem tudom, melegen van, mint eszetlen az állat. Eszetlen melós. Nagyon-nagyon melós. Jó. De egy kicsit tempón kéne hozni. Van élményed az esztergomi Swift-tel? A klasszikusra, a legendással. Hogyne. Hát ugye mi mentünk 24 órás versenyen, egy ilyen tátos paripával, egy 1-3, 16 szereppel, meg hát annak idején egyik barátnőnek nagyon sokáig volt, meg hát az autókereskedelmi folyamán azért nagyon sokszor találkoztam ezzel. Akartam kérdezni, hogy 35 évet emlegettél, akkor te már bőven benne voltál azokban a körökben, amikor ezek már másodkézbe mentek bőven. Hát az a, nem, az a, akkor kezdődött ez a mi autónknak a felfutása, amikor én elkezdtem 92-ben ezzel foglalkozni. Ugye 88-tól van ez a bódé. Japánban, meg a világ többi részén. Így van, és utána 91-2 körül... Kettő október. Talán, akkor kezdődött itt nálunk a gyártás, és azon röhögtünk, nagyon hiszem annak idején, hogy feláras volt a kalaptartó, mint extra. Tehát a kalaptartó extra nem járt az autóhoz. És két oka volt, hogy olyan népszerű lett. Az egyik az, hogy 7 kiló körül adták, ami hát elég meredek volt annak tekintetében, hogy egy Zsiguli 4-5 volt. 1 millió volt az Astra, kerek 1 millió. Így van, viszont nagyon-nagyon előnyösek voltak a hitelkonstrukciók. Tehát nem lakcímkártyára adták, mint a 2000-es években, de hogy viszonylag kis pénzzel is be lehetett ugrani egy nyugati autóba, és hát oké, hogy keletről jött, de ez volt a nyugati autó. Meg aztán az évek alatt bebizonyosodott, hogy ez az autó ez elpusztíthatatlan. Tehát hogy a kaszni el fog fáradni, meg fölállsz vele a patkára egy kerékkel, akkor el van görbülve, és már... Kivillan a lámpa, hogy itt van az ajtó. És már nem úgy zárodik az ajtó, ez tény, meg a hátsó futómbekötési pont elrohad, meg itt előre elrohad a doblemeznek. Ahol ilyen a cél van csak ott. Ilyen apróságok vannak vele, de egyébként a motor az meg az elpusztíthatatlan. Hát az 1.3-as motor az zseni. Mondjuk az 1.6-os is nagyon jó. 1.6. Ez itt csapásmérő. Ráakasztott a turbót is úgy, ahogy van gyári basztán küldték neki. És az én 2 darab motorhibásat láttam Suzuki-ból. Az egyikből lejött egy ilyen 1 liter olaj. A másikban meg 100.000 kilométernél szólt a kislány, hogy hát megállt. És volt benne egy ilyen krém az olaj helyén, ilyen 1,5-2 liter. És nem cserélt olajat új korától kezdve. 3, 2, 1, rajt! Én itt már taktikát látok és koncepciót látok a vezetésben. Mit tippelsz, 3? Bent lesz 1 perc alatt? Bent kéne lenni 1 perc alatt, most járunk 25 másodpercnél amúgy. A végén érdemes minél inkább balra kitenni, hogy nagy időt tudj fordulni. Igen. Az, de szűkre vette. Na, ez elég ígéretesnek tűnik. Na, lássuk. Mit mért Anti? Dani, volt hiba? Hiba nélkül teljesítettük. 1.06.12. Kicsit sebesség kéne még. Sebesség kéne még, azt mondod? Mennyi volt? Már is mondom, a legjobb köröd, az ugye, ami még játékon belül volt. Hát igen, majd utána mentem még egyet. Mentél egy 55-32-t, 1.06.12. Benne vagy a top 3-ban. azt a mindenit! És az első helyen vagy benne a top 3-ban. Az mennyi neki volt a játékon kívüli, az 50? A játékon kívüli az 55-32. Ja, és hát ugye...
is. Igen, tehát lehet itt fejlődni. Nem, ott tényleg az 50 alá bemenni, az nem lehetetlen. Azt mondtam Áronnak, hogy innen látszik, hogy jó a formátum, hogy vannak emberek, akik azt mondják, Léci, hadd menjek még egyet. Hadd menjek. A TAF-nál is ugyanez volt, hogy figyelj, mérjétek meg játékon kívül, csak hadd menjek még egyet. Jó, ez jó játék. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél. És akkor még a végére köszönöm, egy kicsit, hogy ezt ugye szoktad emlegetni, hogy most így 56 évesen azért úgy kiadta az élet, de mi az, amit még így meg akarsz csinálni autós fronton? Mert most ott az S2000, ott vannak a BMW-k. Be akarom fejezni ezt az a Hacsi versenyautót, azt meg akarom csinálni, hogy azzal tudjuk menni. Aztán nincs az a baj, hogy a óriási zaj van a fejemben, és mindig jön egy újabb ötlet, ezt is. És akkor vannak ilyen, megcsináltuk ezt a Simpsonos jótékonysági projektet, és benne volt egy csomó pénz, minden, de tök jó volt a vége. Hogy az egy jó érzés volt, hogy segítettünk vele. És a fejemben van még egy ilyen jótékonysági projekt, amit meg akarunk csinálni, vagy lehet, hogy abban rendszert csinálunk, majd meglátjuk. De hát ilyen autózással tologatni akarom egy Magic-et. De mindig azt mondod, hogy javarészt egyedül vagy, hogy ott a Megyó, aki segít, hogy ott a Roberto, aki segít néha vágással, ilyenekkel, de hogy akarsz ebből felfejlődni, lesz ebből valami nagyobb, vagy az marad a te játszóteredben? Ez én homokozom. Egyre nem látom azt, hogy fejleszteni akarnám én ilyen nem tudom hova. De nyugtass meg, az NSX az meg lesz. Most már van egy újabb fejlődés, az, ami az NSX annyira drága lett, hogy most már egy ilyen jó NSX, egy ilyen 100.000 euró körül, van, ha 90 éveszel, kifogtad. Igen. Tehát nem biztos, hogy egy 30 éves autóért akarok adni 100.000 euró. Hát igen, ezt valahol értem, de az NSX... Nagyon vágyom rá, mai napig, nem tudom. Ha majd nagyon sok pénzem lesz, akkor lehet, hogy lesz egy olyan is, de most egyre nem látom realitását. Drukkolok, és majd azzal köszönöm. Is gyere el. Köszönjük, hogy eljöttél. Majd eltalakítjátok a kormányát, és végigveretjük. Szevasztok!